Az ember tragédiája kettő keretjátékát próbálták a Vörösmarty Színházban. Ezt a színt Szikora János rendezi, Ádám szerepében Sági Tamást láthatjuk, Évát Varga Gabriella, míg Lucifert Imre Krisztián alakítja. A keretjáték színnel folytatottak az Ember tragédiája kettő próbái, Márton László írói és Szikora János rendezői szándéka bemutatni az emberiség újrakezdését, a teremtés egészét láttató mű indítatását. Ez tulajdonképpen egy újra gondolt paradicsomi szín. Valahogy nagyon jól kapta el a Márton Laci az első színnek a keretét. Én nem mondtam, hogy egy paradicsomi szituációt képzelek ide, de ő azt képzelt, és rájöttem, hogy ez mennyire pontos és mennyire jó. Az emberpár, az Ádám és Éva egy távoli bolygón találják magukat, és ez nem olyan, mint a Hold, nem olyan, mint a Mars, hanem olyan, mint maga a paradicsom. És ebben a paradicsomban föl van nekik tálalva, hogy újra lehet kezdeni az életet. Ahogy most dolgozom rajta, egyébként nem is ez okozott problémát, mert tulajdonképpen ez egy nagyon jó keretet ad a játéknak, hanem az a mindenkori rendezői feladat, hogy amikor a tragédiában megjelenik az Úr, akkor az micsoda? Ugye megszoktuk, hogy az Úr az az Úr hangja. De jól tudjuk azt, hogy Madács az Ember tragédiájában ilyen szerepet, hogy az Úr hangja nem írt. Nincs ilyen szerep az Ember tragédiájában, ez egy tévedés. Madács az Úr, beleírt egy szerepet az Úr. És ha nézünk régi archív fotókat, mondjuk a Paulai Edeféle ősbemutatót, ott az Úr megjelenik, ilyen nagy szakállas télapó, és ott ül a arkangyalok között, és onnantól kezdve ez egy szokás volt, hogy az Úr megjelenik, mint egy télapó. És ezzel a hagyománnyal szakított Német Antal, sajnálatos módon az ő nevét elfelejtették a tragédia színház történetében, pedig nagyon jelentős volt az az újítás, nevezetesen ő kitalálta azt, hogy a korszak nagy vívmánya, a rádió, a test és kép nélküli hang közvetítése, hát ez volna a legalkalmasabb az Úr megjelenésére, és nagy botrány is volt belőle, mi az, hogy az Úr nem jelenik meg a színpadon. Hát nem jelent meg, hanem csak a hangja. És ez nagyon pontos, hiszen az Úr, az Isten maga nagyon sok kultúrában az ábrázolása szigorúan tiltva van. Nem lehet ábrázolni. És ez pontos is, ez a tiltás szerintem, mert nem lehet ábrázolni, nem lehet elképzelni. Meghaladja a képzelőerőt, illetve ha mi megpróbáljuk ezt valahogy antropomorf módon formába önteni, abban mindig van valami pitiáner. Tehát én is ezen örlődtem, hogy a Márton Laci beleírta, hogy az Úr. És aztán azt a rendező fantáziájára bízta, hogy akkor ez most micsoda. Hát persze, kézenfekvő volna, hogy akkor majd egy színész felmondja a szöveget, és akkor hangszóróról szól. Hát azt gondoltam, hogy azért valamit mégis csak kéne ezzel kezdeni, ezzel a feladattal. És gondoltam, ha már a Német Antal a kor technikai vívmányaihoz nyúlt, akkor én is oda nyúlok, amit még Német Antal sem ismerhetett, és ez a hülyeség, ez az egyik technikai vívmányunk, ez a hülyeség, a drón, ami kiválóan alkalmas arra, hogy úgy jelenjen meg, hogy feltételezünk mögötte egy irányító, egy megfigyelő szemét vagy apparátust, tehát a drón, ami itt most az Urat közvetíti, hangsúlyozom, nem képviseli, hanem közvetíti. Nos, ez a közvetítő eszköz, ez egyben testileg lehoz valamit a színpadra,
ugyanakkor mégis jelzi, hogy e mögött, a készülék mögött van valami, az Úr, amit nem láthatunk, csak a hangját halljuk. Sági Tamás egy számára új szerepkörben Ádámként tesz hitet, és keres megoldást a föld pusztulása után az új élet megteremtésére, eleve elrendelésként tekintve a jövőre. Nekem tetszik a gondolat, meg hát igazándiból így is van megírva, hogy ez az Ádám egy nem véletlenül idősebb, mondjuk így finoman középkorú férfiról van szó, mert már egy múlttal rendelkeznek. Tehát ugye nem ők az első emberpár, ahogy Madásnál meg volt írva. Pontosabban, mint kiderül, egyetlen emberpárként maradtak egy új dimenzióban, egy új bolygón, valahol a világűrben, mert a régi föld kihalt. Tehát magyarán ennek az Ádámnak és Évának már van múltja, de amire nem emlékeznek, mert a felsőbb akarat az kitörölte az ő emlékezetüket. Halványan foszlányok vannak, de igazándiból gondolati szinten mégiscsak olyanok, mint az első tiszta emberpár. De mondom, mégis van egy múltjuk, amire ők már nem emlékeznek, tehát egy középkorú pára gondolt a János, és ezért jutott eszébe, hogy a Gabi meg én játsszuk ezt a szerepet. Tehát nagyon izgalmas, nagyon érdekes ezt az egyrészt naivitást. Kevés olyan szerepet játszottam, amiben főleg intrikus szerepeim voltak, amiben ezt a naivitást, úgyhogy nekem ez kifejezetten érdekes és izgalmas képviselni. Varga Gabriella Éva szerepében egyszerre a felfedezés és a kétségek rabja, akinek lépésről lépésre kell megbirkózni az ismeretlennel. Alapvetően az Éva, ugye bármennyi mindenen, színen, történelmi helyzeten, időn megy keresztül, azért hát az eszenciálisan a nőt, ugye a női lényeget próbálja megfogalmazni, és szerintem itt is ebben az első, mintha egy picit előről kezdenénk, de ugye mégsem, tehát ennek most ez a pikantériája, hogy ugyanúgy ott van Ádám és Éva, akik tulajdonképpen ugye egy amnéziától, tehát tulajdonképpen semmire nem emlékeznek, pontosan a saját nevükre se, egymásra sem, tehát ilyen módon egy újrakezdés, de ugye nyilván már ott az ösztönök zsigerekben ott van talán az a múlt egymásról, magunkról, és itt is most azokat a pici gesztusokban próbáltuk azt megtalálni, hogy milyen volt az ő viszonyuk, milyen egy női reakció, milyen az az alapvető tiszta, nem tudom, rácsodálkozás. Júdás nem változott, kételyeit megfogalmazva száll vitába az Úrral, s tesz meg mindent, hogy a biztonságot, tisztaságot kereső emberpár nyugalmát kétségek váltsák. Az ember tragédiája kettőt valahogy másként kell kezelni, mint az egyet. Szerintem ez egy külön dologként, tényleg egy új felfogás, az új, a négy írónak egy külön gondolata az emberről, az embernek a gyarlóságáról, a jelenlegi világról, vagy a 20. századi világról, ami körülvesz minket, és ettől lehet nagyon-nagyon érdekes. Viszont külön, szerintem egy kicsit külön kell kezelni, mint tragédia kettő tényleg. A keretjáték kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az örökbecsű madácsi gondolatok mentén folytatódjék az ember tragédiájának 21. századi története. Még mindig az ember tragédiája, Hargita Iván rendezésében a nagyváradi berlini színben a 20. századba kalauzol el bennünket Závadi Pál írói attitűdjének megfelelően. Ugye, hiába uraltál engem, mint a tagadás ősi szellemét. Ne gúnyulj és ne bírálj, ha jussod igényelni, megkaphatod. Minden idő megrettentő korát. A nagyváradi berlini színnel folytatódtak az ember tragédiája kettő próbái. Závada Pál darabja Hargita Iván rendezésében a trianoni nemzeti sors tragédiától a rendszerváltás hajnaláig mutatja be az emberiség történetét. Nagyon sokfajta dolgot lehet megmutatni. Másrészt meg mind íróilag, mind rendezőleg és színészileg is nagyon nehéz, mert hát ebbe a majdhogy nem képregényes sűrűsége az egész. Tehát nyilván valami fajta olyan gesztus kell, ami ezt nem teszi hiteltelenné, ennek az összes bonyolultságát és drámaiságát ennek az évszázadnak, vagyis hát nem is évszázad, de hát mondjuk egy bő 50 év története. Hát azért bővelkedik szörnyűségekben és furcsa politikai fordulatokban ez az 50 év
ott Nagyváradon és Európában egyaránt. Nagyon izgalmas ez, és ezt a műfajt keresgéljük. Talán magyar elődje még ennek nem csak a Madách ember tragédiája, hanem szembe jutott az Örkénynek a Pisti a vérzivatarban, ami hasonlóan ilyen történelmi pannószerűség. Nagy teátrális lehetőségekkel, másrészt viszont meg hát az, hogy ez átélhető, és ne csak egy ilyen érdekes kuriózum legyen, vagy ilyen jópofa színfoltok, érdekességek, ahhoz hát nem egyszerű ezt színpadra vinni. Köszönöm Ának. Hát minden színháznak kell. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy az eredeti ember tragédiája is úgy akartuk megcsinálni, hogy bár londoni szín és egyiptomi szín van benne, de hogy nyilván akkor jó, hogyha valahogyan köszön a mának. Ez nyilván, ahogy közeledünk korban a mához, úgy válik egyre élesebbé, egyre naprakészebbé, egyre nehezebben megfogalmazhatóvá, mert hogy pontosnak kell lenni. Tehát itt a didaxis, vagy a nagyon nagyon egyértelmű fogalmazás közhely és irányítja a történelem felfogást. Hát ezt igyekeznek, gondolom, az írók meg mi is elkerülni. Őrült boldogság taszíthat ki belőlem valamit, hogy ez a furcsa űr támad benned. Te nem érzel? Hogy űrt érzek-e? Mondhatatlan űrt. Ádám szerepében Kovács Tamást köszönhetjük, aki az írói szándéknak megfelelően játssza a sokszínű 21. században eltévejedő emberfia kétségekkel teli történetét. Ezeket a korokat, ezeket az életkoromnál fogva nem élhettem meg, de igyekeztem és igyekeztünk nagyon sok háttéranyagot gyűjteni hozzá. Hát Ádám egyre meg öregebb lesz, de ez a külsőben, az külsejében nem fog megjelenni, hanem inkább én, mivel ez egy technikai dolog is, mivel én végigben vagyok a színpadon, a partnerekkel ellentétben, ezen dolgozunk most közösen, hogy egyre öregebb lesz lélekben, és egyre cinikusabb az Ádám. Ez az út, amit Ádámként rád mért most Závada, illetve Argita Iván, mennyire visel meg, mekkora kihívás ez egy fiatal színésznek, hiszen ez egy rendhagyó darab mindenképpen, és ráadásul ember tragédiája kettő. Szerintem ez egy nagyon nagy kihívás. Igazából főleg az egész társulattól egyfajta féle fegyelmezettséget kíván meg, hiszen ez rendkívül hosszú lesz. Tehát egy ilyen méretű anyagnál azért fontos az, hogy a nézőnek a figyelmét, ezt hogyan tudjuk, nem tudom én, 4,5, vagy nem fene tudja még, hogy milyen hosszú lesz, 5 óra hosszan keresztül fenntartani. Lássa színről színre, újulásban, nem lankad éjjel, nem veszít a bája. Nő a báj, a kép, szenvedés sötét edénye. Izzó nedves test, csinos fejecske, mely belül üres. Kis Diana Magdolna alapból kétféle kor Évája, hogy aztán alakításában feltűnjék Leni Riefenstahl, lesz miniszter, majd már nem miniszter, akit sorsfordító történelmi pillanatokkal dúsított, a széttördelt világot láttató szerepeiben újra egy hiteles alakításban köszönhetünk. 4 Éva, 4 teljesen különböző személyiség, úgyhogy nagyon feladta a leckét az író, és feladja a rendező is, mert igyekszem úgy elkülöníteni ezt a 4 fajta Évát, hogy az összes kornak, amit megjelenítünk ebben a színben, mindegyik Éva megfelelően tükrözze azt a kort, és azt az érzést, ami akkor volt. Lehet-e egységesíteni ezeket az Évákat, hiszen az Ádám, Lucifer és az Úr az veled van mindig. Szerintem nem lehet és nem is kell, mert ugye Ádáma az Origó, körülötte forog a történet, és Éva szerepe mindig az Origó körül forog, és ugye Lucifer őt kíséri, Lucifer is mindig változik, Éva is mindig változik, úgyhogy szerintem nem is kell egységesíteni. Maximum abban, hogy a nőiséget mindig olyan erősen képviselni a Ádám mellett, hogy az mindig egyértelmű legyen. Szakmailag kérdem, kellett már újítni valamely kerékfogát? Úgy jó, ahogy van, mert tökéletes. Mondottam ördög, nem himaszkodhatsz. Én meg tudom, csak lényegem.
Huna Károly Luciferként Závada Pálnak is köszönhetően sokat tesz azért, hogy a gonoszság ne legyen általános és ne süllyedjen, ahogy az író fogalmaz, a semmitmondás rosszindulatú mocsarába. Indulunk Trianon után, elindulunk, és 89-ig tart ez a kis kaland, ez a kis utazás, és hát én ebben a korszakban kísérem, hol Ádámot, hol Évát, vagyis mind a kettőjüket kísérem, és hát elég nehéz korszakokat ölel át ez az utazás. Úgyhogy hát az az igazság, hogy inkább a nézőkre vagyok kíváncsi, hogy hogyan viselik ezt el. Belülről ez hogy látszik, hiszen ez egy rendkívül fontos történelmi időszak sorozata. Nagyon kemény sűrítménye ez, ennek az időszaknak. És ugye itt a náci korszakon át egészen tehát a gettó, a nagyváradi gettó, majd utána az úgynevezett szocialista időszak következik, és hát engem ez elég közelről éling, mert hát nekem elég közeli emlékeim vannak mindenről. Négy szuverén rendező, négy célzottan heterogén írói szándék, négy rendező, négy különböző formanyelv, ugyanakkor izgalmas eredeti mondani való az emberről, ami érvényes tegnap, ma és holnap is. Megkezdődtek az Ember tragédiája kettő próbái, a Dél-Francia Szín rendezője Horváth Csaba. Kell a népnek is a progresszív. Kell a népnek is a progresszív haladó művész. Megkezdődtek az Ember tragédiája kettő próbái a Vörösmarty Színházban. A Dél-Francia Szín Márton László a kortárs magyar drámairodalom egyik kimagasló képességű írójának munkája. Ő Pablo Picasso, a kor legnagyobb festőművészének különös életét állítja párba, a 20. század Ádámjaként Horváth Csaba rendezésében. Azért nagyon érdekes számomra ez a tétel, és azért áll hozzám nagyon közel, mert tulajdonképpen Márton László nagyon éles látóan kiragadott egy művészt, egy komoly művészt a 20. századból, aki ráadásul egy olyan időszakban alkotott, és egy olyan időszakban volt a csúcson, és volt szinte mondhatni szupersztár, amikor a kortárs művészet virágzott szerte Európában és Amerikában egyaránt, és különböző politikai izmusok keringtek keresztbe kasul a világba. Ugye itt legfőképpen arra gondolok, illetve az író is arra gondol, hogy Picasso nyíltan kommunista nézeteket vallott. De hát ez a fajta kommunizmus, amire ő gondolt, az valami egészen más, mint amit mi gondolunk ma már a kommunizmusról. Tehát egy nagyon, egyrészt nagyon érzelemdús, és nagyon szellemdús korszaka volt ez a 20. századnak, aminek ő tulajdonképpen a csúcsán volt a képzőművészetben, és éppen ezért fontos nekem ez a darab, vagy ezért érdekes, vagy ezért tetszik, mert egy művész szemszögéből ábrázolja ezt a századot, és egy művész látásmódját próbálja meg visszaadni erről a korról, erről a rendkívül buja és sokirányú korról, és másrésztről pedig igyekszem így megfogalmazni ezt, vagy így ábrázolni Márton Lászlónak a darabját, hogy abszolút a Picasso művészete áll a centrumban, illetve Picasso egója van ennek az egész darabnak, illetve ami a színpadon történik a fókuszában, és az egóján keresztül a művészete, minden egyéb, minden más, legyen az politika, legyen az ízlés, legyen az szerelem, legyen az barátság, legyen korrupció, legyen az csalás, ez minden más egyébként mellékes. Tehát a művészete az a lényeg, és az legalizálja őt magát, a gondolatait és a tetteit egyaránt. Gáspár Sándor, Pablo Picasso az öntörvényű festőzsenű szerepébe bújva Ádámként küzd meg a 20. század félelmetes társadalmi emberi kihívásaival. A korszellem gigantikus, az újrateremtést láttató, áradó szenvedélyű pillanataival. Azt mindenképpen
mindenképpen érzékelem, már ugye a próbák elején is, hogy az az írói ötlet, hogy a 20. század tulajdonképpen leghíresebb és legsikeresebb férfiát idézzük meg Ádámként, pontosabban a sorsát, a művészethez, a nőkhöz, a családhoz való viszonyát, ami elég ellentmondásos, bőven hitelesíti az ádámi utat, azt a rengeteg kérdőjelet és a mi végre a teremtést, ahogy ennek a történetnek a végén Picasso-t látjuk. Éva szerepében, aki a darabban Françoise Gillot, Picasso élettársa, Kerkai Ritát köszönhetjük, a géniusz árnyékában megbúgó mélységek valósághű elszenvedőjeként. Nagyon izgalmas, hogy Évát Françoise Gillot figurája szerepébe írták meg, vagy hát, hogy ő jeleníti meg, aki szintén festő, és hogy egy érdekes kérdés vetődik fel a darabban, hogy egy nő hogyan törik össze, vagy törik meg egy ilyen kaliberű művész mellett. Tehát, hogy a női szerepkör és a művészet, mert ugye ő is szintén festő, hogy mennyire nem tud érvényesülni egy ilyen figura mellett, mint Picasso. Krisztik Csaba alakításában Lucifer ebben a darabban is Lucifer marad, jelen esetben ötvözve Santiago Carillo alakjával, aki az illegális spanyol kommunista párt külügyi összekötője. Az én Luciferem az egy kegyetlen politikusi oldalról, illetve a kommunista pártnak a jobb kezét testesíti meg, aki minden egyes pillanatban felhívja a Picasso figyelmét, egy születésnapi zsúr kellős közepén is felhívja a figyelmét arra, hogy bizony a lojalitását azt minden egyes pillanatban meg kell mutatnia és be kell bizonyítania, és ezt a lehető legkegyetlenebb érzelmi módszerekkel képes a Picasso-nál ezt alkalmazni. A szerző Márton László az olvasópróbán megfogalmazta írói szándékát, amely tetten érhető a darab minden egyes pillanatában. Nem szavar, mondja, hogy ennyire különbözőek vagyunk ennek a gigantikus, a világ, a teremtés egészét láttató műk tekintetében. Ez nem velünk kezdődött el. Mi folytattunk valamit. Az ember tragédiája 2 új megközelítésben mutatja be a jelen fajsúlyos problémáit. A csendes óceáni színben Bagó Bertalan rendezésében a 21. század akut kérdése, a környezetszennyezés került terítékre. A Tasnádi István által színpadra álmodott csendes óceáni színnel folytatódtak az ember tragédiája 2 próbái a Vörösmarty Színházban. A szerző különleges stiláris megközelítéssel boncolgatja a környezetvédelem 21. századi problémáit Bagó Bertalan rendezésében. Amikor már a Tasnádi István elkezdtünk beszélgetni a darabra, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ez nagyjából a jövőben játszódik, a jelen és a jövő határán játszódik. És aztán kiderült, hogy gyakorlatilag olyan gyorsan halad az idő meg az élet, hogy szinte már a mai jelenben vagyunk. Hát szomorú ezt csinálni. Az az érdekes benne, hogy a Istvánnak és meg nekem is nagyon fontos a humor. Tehát legyen egy ilyen furcsa öniróniája az egész előadásnak, humor a rátekintése, parafrázisa az ember tragédiájának. És ahogy a humorba elrejtve a gondolatot, főleg úgy, hogy ez a darab vége már, az utolsó szín, ez a rész, ami a csendes óceánon játszódik egy hajón, egy luxus jakton, Ádám jaktján, amiben nagyon sok ironikus jelenet van, de közben pedig a mérásunk, akkor belegondolunk, hogy ez nagyon szomorú. A jachttulajdonos Ádám ebben a darabban elnök vezérigazgató, s egyben a világ 8. leggazdagabb embere, akit Kádas József személyesít meg. A problémakör legelején tartunk még egyelőre, de nagyon izgalmas az írás, és jellemzően a tasnádi írásokra nagyon, nagyon jól mondható és nagyon szituatív az írás. Nagyon jól lehet vele bánni, ezt már éreztük az első színpadi próbán. Persze még egyelőre egy helyben állunk és mocorgunk, meg zavarba vagyunk, de szerintem jó munka lesz. Milyen lesz a te Ádámod?
Hát alapvetően a helyzet nem nagyon változik a korábbi Ádámhoz képest, tehát személyiségben, viszont hát egy új helyzetbe csöppen, ő is, meg majd a néző is, egy új helyzettel kell bánni, azzal, hogy őt is át lehet verni, és be lehet őt csapni, amire nem nagyon számít, és talán ez okozza neki a legnagyobb csalódást ebben a színben. Éva szerepében Ballér Biancát köszönhetjük, aki harcias környezetvédőként próbálja meg befolyásolni Ádámot és megóvni a természetes vizeket a szennyezéstől. Reméljük, hogy bárki, aki beül, az akár el is gondolkodik ezeken a felvetéseken, vagy azokon, hogy mondjuk mikre figyeljünk, vagy hogy hogyan tudnánk arra figyelni, hogy csökkentsük ezeket a környezetszennyező dolgokat, akár csak azzal is, hogy ne vegyünk minden nap 5 műanyagpalackos üveget, vagy mondjuk gyűjtsük szelektíven a hulladékot, szóval, hogy azokra az apró dolgokra figyeljünk, amik valóban nem nagy dolgok, de mégis fontosak, hiszen ha csak mindenki ilyen apró dolgokat megtesz, akkor azzal már nagyon sokban hozzá tudunk járulni valamihez. Lucifer ebben a darabban is egy végtelenül simulékony, ugyanakkor minden hájjal megkent spekuláns, aki kihasználva az emberi gyarlóságot a saját érdekei mentén alakítja a világ sorsát. Tulajdonképpen ugyanazt csinálja a Tasnádi István, ugyanazt folytatja, vagy legalábbis megpróbálja, ezzel az igénnyel készült ez az írás, amit Madás csinál. Tehát alapvetően ott ugye az a kérdés, vagy legalábbis én így fogalmaztam meg így Luciferként, hogy ugye mondja a Lucifer, hogy mi az, ami különbé tesz benneteket, tehát embereket a többi élőlénytől, és az a bennetek lévő szikra, és hogy mi ez a szikra? Ez a szikra a gondolat, mondja Lucifer. És igazából a Madácsnál is ennek a felismerése, vagy tulajdonképpen ezzel szembesíti az Úr Lucifert, hogy a szikra az nem a gondolat, hanem a szerelem, ami bennünk van, vagy a szeretet, tehát az érzelem, ami hat Ádámra és Évára időről időre. És ez ugyanúgy jelen van. Tehát ez a fajta játék, ami Ádám és Éva és Lucifer között van, ez a hármas között, hogy Lucifer szeme láttára lesz szerelmes megint Ádám Évába. És gyakorlatilag ugye ez a harc, ami a Lucifer és az Úristen között van, ez lép előre, vagyis ebben a korszellemben mutatja meg magát. A csendes óceáni szín minden esetre követi a Madácsi gondolatsort, Tasnádi István egyedi, 21. századi szuverén világával, Bagó Bertalan rendezői attitűdjének végtelenül emberi formanyelvével dúsítva. A 20. század egyik gyakorta felemlített tragédiája, a Titanic elsüllyedése. Darvasi László drámája ezt járja körül, az ember tragédiája folytatásában, kivetítve a 20. század történetére Szikora János rendezésében. A Vörösmarty Színházban folytatódtak az ember tragédiája 2 próbái. Szikora János rendezésében Darvasi László Titanic című darabja kerül színre, amely tulajdonképpen egyfajta vízió az emberiség 20. századi történetét lefedve a hurrá hangulattól a pusztulásig. Azért áll a szívemhez nagyon közel ez a darab, mert egy vészterhes pillanatot rögzít az időben, a Bellepok utolsó pillanatait, az utolsó rezdüléseit az elmúlt aranykornak, amelynek létezői akkor még nem tudják, hogy ez az utolsó, és hogy az aranykornak vége. De mégis ebben az utolsó pillanatban már koncentrálódik mindaz, ami majd aztán kitör néhány évvel később. A Titanic epizód női főszereplője Éva, kiderül ez a darab utolsó pillanatában, egy gyermeket hordoz a hasában, de ez az embrió, ez metaforikus is. Mit szülök meg? Mit szült meg ez a század vég? Hát a szörnyűséget. Egy szörnyűséget hordoz Éva, és ha most az Évát egy kitágított fogalomként kezelem, akkor Éva, a mítikus Éva, egy szörnyszülöttet hozott a világra, ami
Hát egy szörnyűséges életet élt a 20. században. Mondikám, kalapú nevelem. Olyan vagy te, Ádám mérnök úr, mint egy halrezsé, kért oda van az utolsó közlegény, mert ott egy igaz is csinálják. A legkisebb csavar is a szolgál. Többé nincs magyarul. Baj nélkül kellett útra. Egy gigászi sokadalom. Trokán Péter Ádámjának, az építőnek talán a legfontosabb üzenet jutott, nem elég a siker, a talmi és az álságos, dolgozni és szeretni is meg kell tanulni az életért. A 20. század szimbóluma, tehát az ipari forradalomok korában a nagy teljesítmények, az egyre nagyobb teljesítmények mit jelentettek akkor a mindennapokban. Lett legyen a Titanic vízrebocsátása, a Titanic megteremtése, mint hajó, mint szimbólum, a legnagyobb műszaki csodának nevezhető építmény volt, amit ez az Ádám nevű mérnök tervezett. És ő a tökéletességet olyan módon élvezi ki, olyan módon éli át, hogy közben elfelejti, hogy van egy felesége is. Meg van egy magánélete, tehát az egyéni teljesítménynek a mirákuluma, hogy Úristen, ezt mind én csináltam, nem fedheti el azt, hogy kit kell, hogy szeressek. Hogy nekem van más dolgom is a világon, nem csak ez jelenti a csúcsát az emberi teljesítménynek, hanem az, hogy úgy veszek részt az életbe, hogy dolgozni is, meg szeretni is tudok. Voltam elmúlt mostoha. Viselhetetlen hisztérika, fejfájás fő oka. Voltam kicsi és ostoba. Voltam hideg égverem, hányszor rám szégyenem. Voltam anya és konyhaló. Voltam hiány és foglaló. De most, mint ember, s mint nő, föllázadok. Akadna erre számosok. Ezek közül a legnagyobb, hogy én, a nő, végre magamra is szavazhatok. Igen. Tóth Ildikó Éva szerepében rendkívül érzékletesen mutatja be az elesett, kétségekkel küzdő, majd önmagát megtaláló nő küzdelmét az előítéletekkel, a kor mindennapjaiból fakadó félelmekkel és az eszmélés pillanataival. A történelemben ugye nincsenek éles kontúrok, meg határok, nem tudjuk soha azt mondani, hogy valaminek pont itt vége van, vagy pont ott kezdődik. Ez talán a Titanicban, vagy a... Tehát az őrületes ipari forradalom és forradalmaknak az egyik csúcsa, ha úgy tetszik, a Titanicnak, a hajónak magának a megépítése, meg az elindulása, és ugyanakkor a kapitalizmusnak az embertelensége, a pénzéhsége, a gyarmatéhsége, amin bedarál mindent, egyéni sorsokat és a humánumot, ha úgy tetszik, és itt találkozik egy személyes sors és érintettség Éva személyében, aki éppen egyébként a Titanichoz képest az elmúlt század, tehát a 19. század végén már bőven voltak olyan női mozgalmak, amelyek egy kicsit próbálták kiharcolni maguknak, mint nők, a női nemnek az egyenjogúságot. Ez itt az ember. Kreációd, képmásod, stb. Akadt meg annyi botlása. Árulása, balfogása, vétke, hibája, hogy hitte magát oly erősnek, hogy némelykor helyedbe lépett, és hitte magát oly erősnek, mint amilyen te is lehetnél. Egyed Attila ezúttal is a cinikus mélységekkel szembesítő, tartalmakat, hiedelmeket számon kérő, a nagyon is emberi téveszméket kigúnyoló, a háttérből, de akár szemtől szembe is véleményét vállaló Lucifert láttatja. A Titanic tulajdonképpen, ez csak egy apropó, elsősorban nem erről van szó. Arról van szó, hogy valahogy folytatni kellene. Ez volt az ötletünk, és erre lettek az írók felkérve, és tulajdonképpen az ötlet támadt, hogy hát igen nagyot kéne harapnia, és legyen a 20. század, amiről beszélünk. És a 20. századot vajon hogyan lehet elkezdeni?
Nyilván ez volt itt a nagy kérdés, és a Darvasi László tollából született a Titanic, ami egy annak a tulajdonképpen egy gyönyörű metaforája, hogy hogyan indul el, hogyan száll fel egy emberiség egy 20. századra tartó hajóra, ami szimbolikusan majd gyakorlatilag hajótörést szenved, mert hiszen az történik a 20. században az emberiséggel, ami. Tehát tulajdonképpen ezt, ez egy allegória, amivel indul így a színdarab. Darvasi László radikális és mégis végtelenül mai megközelítése, amely kevéssé jellemző, ugyanakkor kifejező keretet ad ebben a különleges dramaturgiában arra, hogy mindenki felismerhesse a Titanic sorsát a következő évtizedek borzongató történéseiben.